1868-ban volt egy Kuszma úr nevű orvos, aki a legelső, hát olyan endoszkóp feleséget elvégzett, egy kardgyelőbe bedobott egy csövet. Mit látott? Semmit. Jött a száloptika, 1931-ben az első igazi endoszkópiát elvégezték. És innen indult egy robbanásszerű fejlődés. Minden jó az endoszkópia, egyrészt látjuk a tárgyakat, látjuk az elváltozást, zövettant is tudunk venni, terápiás intervenció, vérzéscsillapítás, és ki tudjuk venni az idegen testet. Van az endoszkópos eszközön, ott a sarokban meg tudjuk mutatni egy munkacsatorna, és a munkacsatornán le lehet helyezni egy hosszú fémdrótot, aminek a végén van egy ilyen kis fogantyú, és akkor azt az ember ott megkeresgeti, összecsukja, és akkor ugyanúgy, ahogy lenyelte, ugyanazon a mozdulattal kísérlet. Fölhúzom, előre tolom, látod? Aha. És így látod, hogy hogy megy be, és akkor nézd meg, most megyünk be a gyomorba. Milyen a gyomorba? Tegyünk le a gyomorból a délbe. Ott a lyuk, látod? Fény mutatja, hogy hol vagyunk a bámban. Nagyon-nagyon sok tárgyat szedtünk már ki gyerekekből az elmúlt 20 évben. Itt az eszköz, tehát ez az az eszköz, amit majd mindenki kézbe vehet, és ajánlom a figyelmükbe ezt a lehetőséget a Szemmelweis sátorba, hogy tényleg ezt meg lehet fogni, és meg lehet csinálni az első endoszkópiát. Az egyik legérdekesebb történet, amit el szeretnék mondani az elmúlt 20 éves pályafutások során, az egy 14 éves fiú történetem, orvosszülők gyermeke. A fiúnál 6 hónapja hasfájás, egy erősödik, 9 kilót fogyott a fiú, és picit véres volt a székben, tehát ez amiatt jöttek hozzá, hogy biztos, hogy krónbetegség, ezzel foglalkozó krónbetegség tünetei hasfájás, fogyás véres székben. És abszolút erre gondoltunk, erre számítottunk. A legnagyobb megdöbbenésünk a vastag tükrözéses vizsgálatnál egy olyan 40-50 centire a végbenyílástól felfele a bélfalba belefúródott fél golyóstolat találtunk. Hát ez egy nagyon-nagyon meglepő idegentes találás volt, hiszen hát nem erre számítottunk. Aztán amikor az altatásból a fiú felébredt, megkérdeztem tőle, hogy figyelj, nem nyeltél-e egy félgolyós tollat félére? De igen, lenyeltem a fogadásból, 5000 forintba fogadtam a barátomnak, hogy lenyeltem. És figyelj, nem gondoltad, hogy ez a lenyelt toll félére esetleg panaszkodható hozza? Hát eleinte gondoltam, de aztán reménykedtem benne, hogy hát nem. Aztán utána újra el kell tartani a gyermeket, és aztán eltávozott a félgolyóstól. Hát ez egy nem szokványos tört. Egyébként ez egy angol nyelvű újságban, mint orvosi érdekesség, ami egy golyóstól, egy idegen test, egy lenyelt idegen test utánozhat krónbetegséget pár hónap előtt publikáltuk is.